Nos, hát akkor ismételten köszöntök mindenkit a csatornán, folytatjuk a Subnautikát ezúttal a harmadik epizóddal, és van mit csinálni ma is. Méghozzá mindjárt be is nézünk a tervrajzok közé. Amit nekünk már nagyon régóta kellene volna csinálni, csak most volt rá idő, az egy jeladó készítése, ami nagyon egyszerű, mindössze egy rézércet és egy titánt kell hozzá keresnünk, és már is tudunk csinálni, úgyhogy csináljuk is a jeladót. Nézzük, hogy hol van, a telepíthetők között van, és itt a jeladó. Na, kis aranyos, ugye meg is nézzük. Íme itt a jeladó. Navigációs segédlet, megtartja és sugározza a helyzetét, feliratai testre szabhatóak, tehát rátettünk bármilyen feliratot, és ez tök jó dolog. És ha már itt tartunk, hogy mi a testre szabható, van itt egy ilyen jeladók testre szabása. Ugye már a mentőkabint is meg lehet nézni. Az, mi ugye folyamatosan látható, meg lehet változtatni például a színét. Annak nem lehet megváltoztatni a nevét, viszont a színét meg lehet változtatni. És azt is meg lehet változtatni, hogy mi az, amit mutasson, és mi az, amit nem mutasson nekünk a térképen. Milyen jelzéseket mutasson. Csak úgy érdekességképpen elmondtam, hogy ez is testre szabható. Továbbá. Szükségünk lenne a hordozható járműkészítőre is, amihez titánrúd, kenőanyag és energiacella volt szükséges. Titánrúdat 10 darab titánból tudunk összefabrikálni, kenőanyagot azt a szőlőnek a terméséből lehet előállítani, energiacellához pedig szükség van 2 darab elemre és egy szilikongumira. Ennyit a előállításáról. És hogyha ezek megvannak, nagyon könnyen összeszerezhető, szerintem, hogy összeszedhetőek ezek az alapanyagok, akkor a hordozható járműkészítő is rendelkezésre áll, úgyhogy ezt is megcsináljuk. Szintén telepíthetőek között van íme hordozható járműkészítő. Ez már kicsit hosszabb ideig tart. Ez is megvan. Na nézzük. Fogja is a helyet. Mint látható. Ez mennyi? 3x3-as. Tehát 9 darab kockát foglal el. Ami elég jó. A hordozható jármű készítő a nyersanyagokból egész egyszerűen járművet készít. Na, akkor nem mondó vagyok, hogy ezt tegyük is ki ide a felszínre, ugyanis nekünk a hordozható jármű készítő azért kellett, hogy legyen végre csiklóhalunk. És ezt most szépen ki fogjuk tenni. Betesszük mondjuk a, mit tudom én, a 3-asnak a helyére. Berakjuk a gyors listába, és kitesszük. Azt mondja, hogy hova engedjük ki. Hát ne túl messzire, mondjuk ide. Megvan. Hagyjál békén most. Mondom, ne túl messzire. Ide. Kész van a hordozható járműkészítőnk. Így néz ki. Másszuk fölre. És vannak drónjaink is, ami a járműkészítő drónjaink. Ezzel fogják megcsinálni a járművünket. És itt van, hogy csak a rend kedvéért. Titánrútból készül, energiacellából, 2 darab üvegből, kenőanyagból és ólomból. Ezeket kell összeszedni a csiklóhalhoz. És ha megvan, akkor... Safe mode of transport, but remember that swimming is good for your glutes and endorphin levels. Köszönjük szépen a drónoknak, hogy megcsinálták. Csop! Íme a kis csiklóhalunk. Így néz ki. Nagyon aranyos. Köszönöm szépen, nagyon kedves vagy. Na, ezzel a kis csiklóhallal már 200 méterre le tudnánk menni a tengerfenék mélyre, úgyhogy meg is fogjuk ezt tenni szépen. Kezdjük ott, hogy délnyugat irányba volt ilyen nagyon mély rész. Azt fogjuk most megnézni, mert ott elég mélyre le kellett menni a csiklóhallal. Le kellett volna menni a csiklóhallal, csak még nem volt. De most már van.
Viszont nagyon kell vigyáznunk itt most is, hiszen nem tudjuk tölteni a csiklóhalat jelen pillanatban. És ha lemerül a, az a százas, ott a jobb alsó sarokban látszik, az a százas villám lemerül, akkor baszhatjuk. És ezt most csak arra fogom használni, hogy itt a nagyon nagy mélységekbe, itt dél-dél-nyugat irányba le tudjunk menni. Hát, ott van valami, tényleg valami érdekes. Reméljük, hogy lesz. És mit látjátok, a csiklóhalba kapunk levegőt. Nos, az aurórától dél-délkeleti irányba lejöttünk 198 méter mélyre, és a, egyébként a mostani bázistól is 1000 méter távolságra vagyunk, szóval elég messze jutottunk le. Itt lenne még mélyebb rész is, de 200 méterén mélyebbre nem mehetünk le, legalábbis jelen pillanatban, úgyhogy itt most ki fogunk szállni, és itt fogunk majd levegőt venni, hogyha eljutunk odáig, de azt a roncs temetőt ott meg kell néznünk. Na gyerünk! Ez izgalmas lesz, úgyhogy itt sietnünk kell. Sietnünk kell, az oxigén nem fog sokáig kitartani ilyen mélységben. Ez sietős műveletek lesznek. Hőerőmű még. Ez már megvolt, de az összeszedjük még egyszer. Lépegető torpedókar. Ez majd egy későbbi járműnek a karja lesz. Száraz doktöredék. Nagyon hasznos. Ez majd az építkezéshez fontos. Későbbiekben. És ide még majd egyszer vissza kell jönni, hogy meglegyen a teljes dokk. Sajnos. Ja, nem itt a száraz dokk, jaj de jó! Szuper, pucolás, jaj de jó, megvan a száraz dokk. Ennél hasznosabb dolgot itt nem is szerezhettünk volna. Itt van még egy roncsrész. Hoppá! Hoppá, hoppá. Járműfejlesztő konzol. Hát azért az nem semmi. Majd meg valami. Hú, ez ilyen ólom köteg. Csak azt mi nem tudjuk fel. Felbányászni. Ja. Azt nézem, hogy van. Van bejárat, van bejárat. Oda bemegyünk. Jaj, de jó, hogy végre nem kell valamit megvágni. Amint a, nem a videóra gondolok, hanem a bejáratra. Kicsit hátrébb. Átmenjünk a túloldalra, és ott fogjuk megvilágítani. Ne. Följebb. Igen. Hát fordítjuk, ott a bejárat. Jó mélyen. Kicsit közelítünk, amennyire engedi. Körülbelül ennyire engedi. Tudod, már sok is. Így. És akkor egyenesen. Körülbelül. Körülbelül így. Na. Akkor hajrá. Kell nekünk ugye bár lámpa. Nyomás. Nincs sok időnk bolyongani. Na, ezek már parásabb részek. Ide bejönni. Módosító állomás. Azonnal leszkennelni. Lámpa. Ezt kell most variálni a eszközökkel. Energiacella töltő állomás. Hülye vagy? Nagyon kell. Talán az egyik legfontosabb a játékban. A jeladó után. Itt van egy ajtó, amit majd ki kell vágni később. Most még nem tudjuk sajnos. Ez üres. Hát ez ennyi. Sajnos nem tudjuk ugye kivágni a... Ez egy töredék? Lead root töredék? 30 seconds. Igen? Van még itt valami, nincs már semmi. Oké. Okay. Hát ennyit sikerült. Na. Hát jelen a pillanatban ennyit sikerült összeszedni, de azt gondolom, hogy ez is több, mint a semmi. És mivel ez egy nagyon fontos helyszín, ugyanis a
az energiacella töltő, meg az ilyen elemtöltő cucc, az nagyon fontos. Ezt a részt meg fogjuk jelölni ezzel a jeladóval, hogy tudjuk, hogy pontosan itt van a cucc. Legalább ezt is meglátjátok, hogy kell. Kimegyünk a hajóba, és egész egyszerűen fölvesszük a jeladót. Így, és itt elengedjük. Csak hogy ide még egyszer vissza kell majd jönnünk a cucc miatt, az energiatöltő miatt. És hogyha rákattintotok, akkor ide el lehet nevezni, hogy mit tudom én. És akkor elemtöltő ráírom. Ide kell majd visszajönni az elemtöltőért később. És akkor az itt el lesz magának, itt ellebeg szépen. Jó, látjátok, ott van, hogy elemtöltő. És hogy még láthatóbb legyen, módosítjuk a színnyit. Azt mondja, itt az elemtöltő, legyen mondjuk narancssárga. És akkor itt szépen narancssárgán fog nekünk virítani, szuper. Na, az imént lerakott elemtöltős jeladónktól nem messze, 400 méterre van egy ilyen kis mélyedés, ami szintén több mint 200 méter. De ez egy jó kis barlangrendszer, egy ilyen mély barlangi rendszer. Ide csak azért jöttünk be, mert itt a falon látható egy új cucc, amit föl fogunk venni most. Rubint, kérem szépen. Úgy látszik, kedves Réka hagyott itt nekünk drága követ a készletéből. Ja, Rubint Réka. Mindegy, rossz poém. Most legalább egy darab Rubint. Matches 7 of the 9 preconditions for stimulating terror in humans. Ennek nem nagyon örülök. A legvadabb félelmeinket testesíti meg ez a hely, annak annyira nem örülünk. Urán... Micsoda? Uranus... Esküszöm tudom olvasni, mi ez? Urán szurok érc kristály. Urán szurok érc kristály? Ez nem radioaktív? Csak kérdezem. Mert mi van több is amúgy? Pedig úgy hallom, hogy radioaktív. Nem biztos, hogy ezt szedegetni kéne. Ez mi amúgy? Ez valami világító bogár. Ott is van Rubint. Köszi Réka. A kurvanyját. Na, hát akkor itt érdemes körülnézni, mert akkor szerintem itt van több Rubint is. Nos, itt úszkálok az Aurorának a bal oldalán, mint jól látható. És 650 méterre vagyok észak-nyugat felé a jelenlegi mentőkabinomtól, és itt fogok lemerülni. Mert itt van itt a mélyben egy jó kis roncs, ezt meg akarom vizsgálni. Nem is olyan mélyen, kb. 100 méter mélyen. Én szerintem ezt a roncsot nem vizsgáltam át elég alaposan. Közben ott van egy homokkő, azt is felszedjük. Ólom sosem árt. Jó, menjünk lejjebb. Eléggé veszélyes rész, mint látható. Ott egy bejárat látjátok? Engem az érdekel. Meg is világítom, amennyire lehet. Na nézzük, itt mi van. Itt lennie kell. Én szerintem itt nem voltam bent. Valami nekem azt súgja, hogy itt nem jártam. Elemtöltő állomást töredék, tessék! Ebből kéne még egy hordozható járműkészítő, már megvan. Aha, itt van egy átkelő hely, mindjárt csak levegőt veszek. Ez
nagyon para már ez a rész. Ennyi volt? Nem mehetünk tovább? Nem. Úgy látszik, nem. Jó. A vonó ágyú töredék, majd nem itt hagytam. Tök jó. Alaposan át kell itt nézni mindent, látjátok? Nem úgy van az ám. Ott is ott egy vonóágyú töredék. Meg is van a vonóágyú. Ezért már érdemes volt ide jönni. Detecting multiple Leviathan class life forms in the region. Are you certain whatever you're doing is worth it? Ha. Miért érzem azt, hogy ez nem volt jó ötlet erre jönni be a mélységbe? Pedig csak 200 méter mélyen vagyunk, még Sanyi se. 130 méter mélyen vagyunk. De állítólag itt vannak a leviatánok. Az anyádok! Jézus Mária! Hát azt hiszem ez már nem tréfa. Szerintem nem menjünk a közelébe már. Az fosógyár lesz. Oda nézzetek. Azért ez... szia! Szia! Hagyjál békén! Basz meg! Mi a fasz? Jézusom! Hagyjál már békén! A rohadék! Bassza meg! Jézusom! Te jó szagú atya úristen! 2% maradt! Azonnal meg kell javítani. Uramisten, befolyik a víz. Melyik a javító gyorsan? Hármas. Javítás. Majdnem... Majdnem ketté törte a csikló alamat. Ez az állat. Rohadjál meg. Mocskos dög. Jézusom. Hát akkor ezeket... Ezeket azt hiszem, hogy jobb lesz elkerülni. Mennyi múlott itt a túlélés? 2%? Szentséges úristen. Na. Mire? Ezt megúsztuk. Pedig figyelmeztetett is a játék, hogy erre is ne tovább. Nem vettem, úgy látszik, túl komolyan. Pedig lehetett, komolyan kellett volna venni. Na hát, most, hogy megúsztuk ezt a fantasztikus kapcsolatfelvételt egy idegen világ idegen szörnyével, most én úgy gondolom, hogy az ideje hazatérni és nyugovóra térni. Már nekem ennyi izgalom elég volt, úgyis mindjárt széttörik megint a csiklóhalamat ezek a potyogós halak. Hát összességében azt tudom mondani, hogy haladtunk valamennyit előre a játékban, de egyelőre most nem sokat, valóban. De megláttuk, hogy mi az, amitől tartanunk kell itt a mélységben. Mi az, amit messze el kell kerülni. Szerencsére azért ezek a dögök is elkerülik ezeket a... relatíven nem annyira mély dolgokat.
Ezek a dögök inkább nagyon nagy mélységekben helyezkednek el, de mint látható, ilyen 150 méteres mélységben is előfordulgatnak az ilyen hatalmas nagy szörnyetegek. Szóval messze kerüljük el őket a jövőben, amennyire persze tehetjük. Kicsit még így túrni fogom az óceán fenekét, így videón kívül, szedegetek össze cuccokat. Aztán, hogyha majd valami érdemleges összejön, és tudunk haladni tovább a összeszerelésben, műveletben, akkor majd ismét jelentkezünk. Én megköszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a Subnautica című játék elméleti végigjátszásának a harmadik része. Tartsatok velünk legközelebb is, hogyha tehetitek. Köszi szépen a figyelmet, sziasztok!